Kedves kobzosok! Köszöntelek benneteket az esztendőben utoljára. E napon egy Borsod megyei faluból, Csokváról való karácsonyi éneket, ma született a mi urunk, dolgozunk össze egy középkori francia dallammal, melynek címe Le Roy. A dal 5/8-os, emez 6/8-os ritmusban van. Ez ad némi bicebócaságot az egész zeneszámnak, de nekem, aki a feldolgozást készítette, így tetszik. A hangszeres rész keretet ad az éneknek, a középkoriság visszautal arra, amiről szól a dal. Az évet lezáró találkozásunk alkalmából már nem tanulunk új dolgokat, viszont felhasználjuk az eddigieket. Már ismert akkordok szerepelnek, C-dur kisújjal, tercesen. D5 hüvelykújjasan, F-dur tercesen, G5 mint alapfogás, B középső ujjas bárléval. A zeneszám felépítése egy hangszeres után az első és második vers, még egy hangszeres után a harmadik, negyedik vers, harmadik hangszeres után az ötödik, befejező vers. Zenekarral változatos hangszerelése lehet több instrumentális rész, mi is úgy szoktuk, így egy szál kobozzal azonban elég ennyi, ne váljon egységúvá. A hangszeres részben a dallamot játsszuk, és ahol csak megoldható, hozzá pendítjük a megfelelő harmóniát, vagy legalább az alját. Az ének kísérete legyen akkordos, és figyeljünk, hogy a sorok végét nem húzzuk el, maradjon az 5/8-ad. Íme. Kedves kobzos barátaim! Kollégámmal együtt köszönjük, hogy velünk tartottatok ebben az évben historikus kobozjáték elemző alkalmainkon. Reméljük, sok hasznos fogást, fortét tanultatok, ismeretet szereztetek. Bízunk benne, hogy még találkozunk, akár ezen a módon, addig is jó zenélést, hasznos gyakorlást kívánunk. Buda Ádám és Csörsz Ruben István.